Hát üdvözlök mindenkit, a Fintett szerkesztőségének jóvoltából és a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának az ötletéből itt a Magyar Filmek Napján, április 30-án. Én Jakab Benke Nándor vagyok, a Fintett szerkesztője. Itt van velem a Fintett két szerzője, Beretvás Gábor egyetemi oktató, és Németh Előd, rádiós, tévés szerkesztő és riporter. És amit mondtam, mindketten a Fintett szerzői, mindketten házi őrizetben, mint az ország tetemes része, és azt hiszem, hogy éppen ezért jól fogadják ezt az új listát, amit a Magyar Filmarchívum jóvoltából kaptunk. Újabb 20 filmet lehet ingyen megnézni egy ideig a Magyar Film alkalmából, és feltűnt nekem, hogy ezek nagyjából mind vígjátékok, és akkor már is egy ilyen témaberobbantó kérdésem, hogy mennyire jó ötlet vígjátékokat nézni karantén idején, vagy koronavírus idején. Lehet, hogy nyilvánvalóan az tűnik a jó válasznak, hogy igen, jó ötlet, de lehet, hogy pont ez lenne az alkalom, amikor reflektálhatunk a kudarcainkra, és szembenézhetünk a mély emberi drámáinkkal. Mit szóltok? Előd. Hát nem tudom, mert ezek a filmek amúgy hát nagy részt szatírák is közben, tehát ezek szembenézős filmek voltak mondjuk akkor, ma már ugye inkább eszképizmusnak lehet használni, meg ugye van olyan film, ami jól öregedett, tehát a Tanú az egy olyan klasszikus, aki szerintem mindenkit elfoglalkoztat függetlenül attól, hogy mennyit tud mondjuk a magyarországi államszocializmusról, tehát ugye tudjuk, hogy szinte minden sora idézhető, és minden sora mémesíthető, meg kivágható, és akár gifelhető, tehát hogy például az a film, ami szerintem működik sima vígjátékként is, és mondjuk vájt szemeknek, vájt tudásúabbaknak, azoknak működik és érti is a referenciapontokat. Nem tudom. Tehát vannak nyilván olyan vígjátékok is, amelyek önmagukban is érthetőek, mint a Csini Baba például, vagy a Legény Anya, ami szintén aki vevő a burlesque poénkodások, vagy a Benny Hill hagyományokra, az szerintem úgy is élvezheti, hogy nem felül látja azt, hogy igazából ez a késő Kádár rendszernek egy elég velős szatirája. Tehát nem tudom, igen, vígjátékok, amelyek kettősen is tudnak működni, tehát hogy Hát nekem a pont a Tanú kapcsán konkrétan eszembe jutott, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, hogy ilyen készen gyártott nyilatkozatocskákkal kell kijárni az utcára, és a zsaru, ha akar, belénk köt, ha akar, nem köt belénk, tehát hogy kicsit mindnyájan pelikán elvtársak leszünk ebben a helyzetben, és hogy mondjam, a parlamentből leszólló operatív törzs, akik minden nap jelentik, hogy hányan élték túl, hányan befertőzöttek, meg stb. Hát ők az, akik talán egyszer még fognak kérni tőlünk egy szívességet. Szóval nagyon jól működik a Tanú. Gábor, te mit szólsz? Nem muszáj a Tanúhoz kötni, csak az így úgy látom, hogy... Hát ha már abszurd, akkor én annak örülök nagyon, hogy a Veri az ördög a feleségét is ott van a listán, illetve a Gyula Vitéz Kélenyáron, ami szerintem egy méltánytalanul elfeledett film így a Tanúhoz képest például, holott a Tanúkép jellegzetes szereplője Csálai Ferenc és Őze Lajos is feltűnik a Gyula Vitéz Télen-nyáronban, ami számomra azért is úttörő jellegű film, mert leginkább a Monty Python nagy játékfilmjéhez tudom hasonlítani őket, vagy ezt a filmet. Ez egy ilyen kevéssé ismert alkotás, úgyhogy szerintem még ez az újonnan lelt expozíció jót is tehet neki. Mert lehet, hogy a Tanút azt azért mindenki látta már, de ezt például nem. Hát én nagyon örülnék neki, meg is előzte a korát, hogyha Monty Pythonok felől közelítem ezt a történetet. Nyilván szatirikus, ez a film is, mert szatirában jó vagyunk, vagy legalábbis jó lenne, hogyha most is el tudnánk találni a mostani filmekben ezt a szatirikus irányvonalat. De hogy ez a magyar humornak egy ilyen jellegzetessége volt, ezeket nagyon szeretjük, mind a mai napig, hiába régiek ezek a filmek, vagy Na de van-e olyan, hogy magyar humor? Van magyar humor, olyan jellegzetes? Mert ha például megnézek egy cseh vígjátékot a 60-as évekből, akkor kikapcsolhatom a szinte a hangot, és érződik, hogy ez cseh film. Van-e ilyen a magyar filmben?
Hát valóban ez a közép-európai humor, ez úgy közös bennünk. Én is érzek rokonságot nyilván a cseh-szlovák vígjátékokkal és a magyar filmmel kapcsolatban. Hát nem tudom, ha román filmekkel, a korabeli román filmekkel vetném össze, akkor egy másfajta, máshol nevetnék, azt hiszem, Ja, mint a filmek esetében. abszolút. Ott van még egy másik film, ami jócskán megelőzte a korát, ez a roncsfilm. Nekem mindig az jut eszembe a roncsfilmről, hogy nem a film roncs, hanem a társadalom a roncs, amiről szól a film. És mai társadalom talán még roncsabb, mint akkoriban. Nem tudom, nem akarok ilyen nagy szociológiai kijelentéseket tenni itt pixelek között, de azt hiszem a roncsfilm is egy olyan, ami így mellbevág még ma is. Én Mit is azt gondolsz? gondolom, hogy Szomjasok nagyon eltalált valamit. Készült is erre, tehát, hogy a Falfuru és a korábbi filmjei egyfajta előtanulmányként is felfoghatók ez a rockfilmhez, de itt a rendszerváltás utáni millióját teljes egészében elkapta, és úgy tudta ábrázolni, hogy megint csak magunkra ismerünk, és tehát magunkban nevetünk egyben. Igen, ezek a filmeknek van egy dokumentarista elege is, tehát tudjuk, hogy Szomjasik, hogy dolgoztak Feketei Bolyával, tehát kimentek, olvastak egy hírt az újság, hogy mi történt. Ugye a Falfúrós egy olyan sztori, hogy csak a valóság gyárthatta azt a történetet. Ugye felkutatták különböző riportokat, és azokat dramatizálták. Tehát ezt sokszor nyilatkozza le Feketei Bolya, és ezt a munkamódszerrel, hogy működött. És hát akkor mi a tanulságnál egyszerűen, tehát ami valós, az örök, és működik, és mai napig is ugye azokat a mentalitásbeli dolgokat átörököltük, és látjuk magunk körül. Tehát ezt a posztkommunistának vége dolgot, ezt még mindig tudjuk befogadni, és szinte mi is 27 évesen értjük valamennyire ezeket a filmeket, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy akár a roncsfilmet is megnézheti simán, mert nem ütközik befogadási nehézségekbe. Jó, ott van a roncsfilm, ami azért még viszonylag friss film ahhoz képest, de ott vannak ilyen abszolút klasszikusok, mint az Egy szoknya, egy nadrág. Mit mondhat ez a mai nézőnek? Vagy igazából az a kérdésem, hogy szerintetek ugyanott kacag-e a mai néző ezeken a filmeken, ahol a korabeli néző kacagott, vagy most már más valami miatt kacagunk, vagy más miatt szeretjük? Ez a virágnyelv, tudod, amin fogalmaztak így Kelet-Európában is. Tehát, hogy ha a csehek szóba kerültek, a Tűz van babámra is tudjuk, hogy miről szól, tehát, hogy a szocializmusról szól, de most, ha levetítem egy 18 évesnek, akkor is élvezni fogja, mert érti a felszínes bohózati jellegét. És amelyik film ilyen bohózati is jellegű, most nem tudom, ez egy jó szó, csak most konstruáltam egyet, az befogadható. Most én nem tudom, hogy ezek a filmek szerintem így voltak összeválogatva, hogy mindegyik szinte érthető bárkinek, tehát aki tényleg érdeklődik a magyar filmtörténet iránt, de mondjuk nem ismeri, nem élt abban a korszakban, annak is mond valamit, és mondjuk három perc wikipédiázással talán kiböngészheti az alsó mondani valóját is a filmnek. Tehát, hogy nem tudom, de úgy látom, hogy az összes film az olyan, hogy nézhető és élvezhető valamilyen szinten látni. Most, hogy így felsoroltuk ezt a néhány címet, mintha az lenne az érzésem, hogy mintha a magyar vígjáték az akarva akaratlanul kicsit túl politizált lenne, vagy ha nem is a felszínen, tehát a tetején, hanem valahol mindig kell legyen egy ilyen politikai szubtextus a magyar vígjátéknak. Nem lehet kacagni tényleg csak a kis emberen, vagy az elesett hatalmasságokon, vagy ilyesmi. Mindig kell legyen valami politikai vagy társadalmi szubtextusa, Gábor. Hát mivel a közbeszéd átpolitizált, gondolom, hogy ugye a reflexiónak is érintenie kell egyfajta politikai szinten ezt. Tehát, hogy igen, nagyon, nagyon elemelkedettnek kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán ne vonatkoztassuk a politikai milliónkra, vagy az akkori politikai milliónkra a filmet. Igen, ez egy sajátosság azért. Ja. Sikerült természetesen nézni azt, hogy ez ne így működjön, de javarészt, ha belegondolok, akkor igen. Vagy ha egy filmtörténeti korszakot nézek, akkor ugye a rendszer megszilárdulása környéket, tehát ilyen 58
környékén, 58-59, akkor nagyon törekedtek arra, hogy ne legyenek áthallások, tényleg csak limonádészerű szórakoztató filmek kerüljenek a mozikba. Ne foglalkozzanak az emberek a forradalommal, vagy a hatalommal. Ja. Hát az előbb ugye szóba jött a csehszlovák, vagy a új hullám és a cseh vígjátékok hagyománya. Azért feltűnően sok betiltott film van a cseheknél. Magyarországon talán nem készült éppen ilyen sok betiltott film. A Tanú az úgy híresen félig meddig betiltott volt, de nem tudom, esetleg tudtok más példát? És miért nincs szerintetek annyi betiltott film, mint a cseheknél? Hát Nem volt prágai tavaszunk? Ilyen egyszerű a megoldás? nem, hanem már a forgató ellenőrzöttebb lehetett a rendszerünk. A forgatókönyv beadásánál már ugye összejött egy bizottság, és akkor ott engedélyezték, kalapálták, engedték, nem engedték. Illetve hát a Balázs Béla stúdió volt az a filmképzői műhely, ahol hatták, hogy az emberek leforgathassák a filmüket, legfeljebb dobozba tették is, mondjuk a rendszerváltás után így lett egy jó korra, úgy akkor tudtuk megnézni azt, amit igazából nem lehetett. Ja. Mit üzennek ezek a vígjátékok ma az erdélyi nézőnek? Van-e valami plusz réteg, amit az erdélyi néző kaphat ezektől a filmektől is? Itt az a pikantéria a dolognak, hogy ugye Gábor, ő ilyen befogadott erdélyi, mert hogy ő debreceni származású, de Kolozsváron él. Előtt viszont úgymond Jet Badget erdélyi, hogyha szabad egy ilyen szaknyelv, egy szakkifejezést használnom. Mi az, ami plusz, amit erdélyként lehet kapni? Az egy dolog, hogyha megnézzük a legény anyát, akkor a Béláról nekünk talán más valaki jut eszünkbe, de mi az a plusz szerintetek? Hát nem tudom őszintén, mert tényleg hát én már a rendszerváltás utáni gyerek vagyok, tehát hogy nekem nincs primér élményem a régi időkről, nem hogy a helyről, de a magyarországiról sem, tehát hogy mindent azt így utólagosan ismerek a magyar társadalomról, tehát hogy így nekem ilyen nagyon konstruált a befogadásom ezekkel kapcsolatban, tehát őszintén én meg hogy utólag tudom megérteni ezeket a filmeket, amennyire csak tudom. Tehát, hogy mit üzen, de nem tudom őszintén megfogalmazni, mert hogy így személyes viszonyom nem igazán van velük. Tehát, hogy Nem igazán tudok erre válaszolni. Tehát annyiban biztos jó, hogy végre valahára nem vagyunk kizárva a magyar filmtörténetből, mert annyi biztos, hogy bemegyek a könyvtárba, nem igazán van magyar filmtörténeti mű, vagy legfeljebb videókazettán, de azt már azt se tudjuk egyesek, hogy kell betenni a lejátszóba, ugyebár, vagy hát ha van is kábel tévénk, akkor valószínűleg a románi alapcsomagban nincsen benne magyar csatorna, hogy mondjuk az M2-n éjjel 11-kor megnézzünk egy Szabó István filmet. Tehát, hogy végre van lehetőség arra, hogy mi is, úgymond, hozzáférjünk egyáltalán ezekhez a filmekhez, meg kitettek legyünk ezeknek a filmeknek. És az a jó, ugye, hogy ha bár lehet, hogy be tudtuk szerezni eddig ezeket a filmeket így vagy úgy másolva, felvéve, vagy az internet különböző sarkaiból, hogy most végre tényleg olyan minőségben tudjuk nézni, mert ezek, ha jól értem, akkor ezek már restaurált filmek, tehát a restaurálási programból kikerültek, és full HD-k meg mit tudom én milyenek. Meg ugye, ha be is szereztük a filmeket, lehet, hogy rossz képarányban. vagy 5x5 pixelbe, tehát hogy igazából végre egyáltalán ott tartunk, hogy be lehet fogadni egy nagyobb spektrumát a magyar filmtörténetnek, és ugye azért hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy nem csak ez a 10-valahány film van, vagy hány is van most ugye elérhetővé téve, hanem a Magyar Filmarchívum Vimeo csatornáján már fent van egy csomó, tehát hogy nem tudom, a két hete néztem meg a kedvesem, a drága Böbé Szabó Istvántól, ami amúgy folyamatosan fent van. Tehát, hogy érdemes kicsit tovább nézni ezen a listán, mert lehet, hogy még többet kapunk, ami már elérhető, nem tudom mióta. Nem csak ezek a néha napján karácsonykor, húsvétkor, vagy különböző alkalmakon feltöltött filmeket tudjuk megnézni. Én most akkor, ha nem túl nagy pimasság, válaszolnék a saját kérdésemre. Ugye én még a rendszerváltás előtti gyerek vagyok, és hogy mondjam, van egy ilyen pikáns viszony az erdélyi magyaroknak a hatalommal, főleg a hatalom képviselőivel, a rendőrökkel, és éppen ezért, amikor láttam először a 90-es években a magyaradásba egyébként, az bukaresti magyaradásba a Tanút, valami hihetetlenül megnyugtató érzés volt számomra,
hogy nem az a baj velünk, hogy magyarok vagyunk, hanem ilyen volt a rendszer Magyarországon is. Nem tudom, érthető-e, mit akarok mondani ezzel, hogy Igen, tehát abban igazad van, hogy például oké, a Fábri filmek is befogadhatóak a mai néző számára, mert hatalmi struktúrák azok nagyjából ugyanazok és ugyanúgy működnek. Tehát hogy az egyéni és hatalomról szóló filmek, ami óriási nagy ugye, kliséme, hogy ugye minden történet a jó és a rossz párharcáról szól, meg az ember és hatalom viszonyáról, meg az életről a halál árnyékában, meg haláról az élet árnyékában, de hogy igen, ilyen szinten befogadhatóak ezek a filmek, de nem gondolom, hogy csak megáll a befogadási szint valahol, mert egyszerűen nem éltük azt a korszakot, nem tudom, a nyelvezetét talán nem értjük, ugyebár megnézek 50-es évekbeli Pesten játszódó filmet, olyan zsargonnal beszélnek, hogy gőzöm sincs, minden harmadik szót meg kell néznek, hogy mit tudom én a magyar polgárság 50-es években hogy beszél. Tehát vannak finomságok, amik úgy elvesztődnek, de hogy igen, alapvetően a tematika az ágya tanult, azért is nézzük, mert hogy értjük a hatalmi struktúrát, amiben létezünk. Tehát az nem változott, vagy azoknak a reflexei magyarok is működnek. Ezt látjuk minden nap a tévében, ma is, tegnap is például. Tehát, hogy igen, ilyen szinten persze mondanak a mai erdély nézőnek is valamit, és úgy gondolom, ezért is maradtak fenn ezek a filmek, mert hogy a Hannibal tanár úr is megnézzük, hát értjük, hogy miről szól, függetlenül attól, hogy milyen korszakban játszódik, tudunk-e valamit a 30-as évek egyre fasisztál Magyarországáról, vagy sem. Tehát, hogy igen, ilyen szinten működnek. Én most csak gondoltam, hogy arra kérdezt rá, hogy így mennyire értjük ezeket a filmeket. Valamilyen szinten értjük persze, csak nem biztos, hogy annyira, mint a korabeli néző. Gábor? Nem tudok válaszolni erre, hogy az erdélyek. Jó, de hát egy erdélyi családba kerültél be, úgymond, úgyhogy lehet, hogy látsz valamit pluszt, amit egyébként nem látnál. Hát az nyilvánvaló, hogy Szeredában sokkal kevesebb film értett, mint például Nagyváradban. Nagyváradon lehetett fogni ugye, a magyar televíziót, és ezáltal ott igazság szerint a Nagyvárad és a Debreceni között, ha ugyanazt a televíziót nézte, olyan különösebb kulturális differencia ebben a tudásban nincs. Hát Csíkszeredában már más volt a helyzet, igen. Aki ott nőtt fel, és mondjuk a 70-es években született, vagy akár 80-as elején, az annak be kellett ezeket pótolni, hogyha volt affinitásra, hogy magyar filmekkel foglalkozni. Ja. Azt hiszem, hogy ugye a beszélgetés végéhez közeledünk, és akkor arra kérnélek még utolsó kérdés, hogy egy filmet ajánljatok ezekből, nem csak a friss listában, hanem a már a koronavírus mizéria elején közzétett nagy listából ajánljatok egy filmet, ami így nektek a titkos kedvencetek, hogyha ezt szabad így. Hát a Gyula Vitóz télen nyáron már ajánlottam, és hát a Veri az ördög a feleségét, a másik, amit mindenképpen ajánlok. Előtt? Hát nem tudom, gondolkodom most hirtelen, hogy ne húzzam az időt. Én nem is olyan mondok, ami a kedvencem, hanem olyan mondok, ami nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy eddig nem néztem meg, és gondolom talán majd Gábor elmondja, hogy milyen. Mert hogy én nem láttam, hogyha már Kálai Ferenc szóba került, akkor nem láttam az egy őrült éjszakát, de szintén Kálai az egyik főszereplő, úgyhogy nem tudom, nézzem-e meg Gábor? Nem mondom meg, hogy milyen, vagy lőjem le. Mindenképpen, persze. Jó, hát akkor én a Tótékkal búcsúznék, Isten hozta őrnagy úr, és puszíltatok mindenkit. Köszönöm szépen nektek, hogy velem beszélgettet, és köszönöm szépen a konzulátusnak, hogy teret adott ennek a beszélgetésnek. Nem tudom, remélem, hogy technikailag kielégítő ez a minőség, számomra is egy újdonság volt, és hogyha bejön, akkor még majd csinálunk ilyet. Köszi szépen! Hát majd a filmek HD minősége kárpótolja ezt. Ja. Hello. Hello.